Na szavaztak amikor készítettem a ázsiai óriás lódadásról a videót, közben vagy utána eszembe jutott még egy ilyesmi videó ötlet, mégpedig arról, hogy bemutatok óriási rovarokat, amiktől a legtöbb ember fél, pedig nem kellene. Ugye a rovaroktól a legtöbb ember fél. Mindenki fél például a pókoktól, a darazsoktól, a repülő bármiktől, és hogyha ezeknek a méretét még növeljük, akkor öm, ugye ösztönösen az emberek jobban félnek tőlük. Tehát ha meglátnak egy nagyobb darazsat, attól jobban félnek. Ha meglátnak egy nagyobb pókot, attól jobban félnek. De igazából a legveszélyesebb rovarok azok aprók, de mindegy, az már egy másik téma. Tehát maradjunk az óriási méretű rovaroknál, úgyhogy ebben a videóban ilyen rovarokat fogok mondani, és ezek mind megtalálhatóak Magyarországon, tehát direkt így raktam össze a listát, hogy, hogy ti is találkoztok ilyen, ilyen, rovarokkal, és akkor valószínűleg feltek tőlük, vagy megijedtek, pedig egyáltalán nem kéne. Az elsőre pedig a poszméhet raktam, vagy más néven a dongót, én igazából a dongó nevet jobban szeretem használni rá, úgyhogy igen, biztosan ti is találkoztatok már jó párszor vele, viszont elég ritka lett, szóval már nem lehet annyira gyakran látni, attól is függ ugye, hogy milyen helyen vagytok, de lényeg, hogy a le átlagos kinézete ugye, vagy, vagy az, hogy full fekete, vagy van benne ilyen sárgás ugye, csíkok, tehát így ez a kettő leggyakoribb kinézete, és eléggé félelmetes megjelenéssel ugye, bír, viszont az igazság az, hogy egyáltalán nem agresszív, és nyugodtan meg lehet akár simogatni, vagy meg is lehet fogni, viszont annyi, hogy, hogy attól még tud szúrni, tehát tud csípni, úgyhogy erről pontos információt nem találtam, hogy mennyire fájdalmas. Valaki azt mondja, hogy, hogy kb. akkora, mint egy sima méh mély, csípés, valaki pedig azt, hogy mit tudom, én, kétszer nagyobb, mint egy lódarázsé, amit erősen kétleg, de a lényeg, hogy meg tud csípni, biztos, hogy nem lehet egy kellemes, igazából egyik csípés sem kellemes, úgyhogy igen, csípni azt tud, viszont egy biztos, hogy csak úgy random nem fog megtámadni egy dongó, szóval igazából nem kell felnett tőle, tényleg meg lehet fogni, meg minden, annyi, hogy óvatosan, ne úgy, hogy, hogy megszorítod, és, és ja, de hogyha csak úgy a megpróbálod így kezet közé rakni, vagy valami, hogy rászálljon, vagy rámenjen, akkor igazából semmi nem fog történni. Szóval eléggé ártalmatlan egy repülő lény. A második pedig a keresztes pók, illetve a darás pók, őt is ide rakom. Ő már egy kicsit ritkább, a darás igazából ő is a keresztes pók félék ez tartozik, hogyha jól tudom. Tehát kinézetbe ugyanaz, csak annyi, hogy a potroha az ugye ilyen jellegzetes darázs mintát visel, innen kapta a nevét, ugye? Viszont ugye a hagyományos keresztes pók, ugye ami barnás, az eléggé gyakori pók. Leginkább, ugye hát én is sokszor találkoztam velük még régebben, inkább az ilyen elhagyatottabb, helyeken, helységekben ha lehet velük találkozni, de tényleg akárhol, ahol ki tudják feszíteni a hálójukat, és akkor ott középen szoktak lenni, ugye azok az óriási potrohú barnás, világos barnás pókok, ugye ők a keresztes pókok, és akkor tényleg nagyon óriásiak, nagyon nagyok, viszont az igazság az, hogy hogy egyszerűen nem tudnak megcsípni, mivel a csáprágóik olyan gyengék, hogy nem tudják átharapni a bőrödet, tehát nem tudnak megharapni. Um, szóval igazából hát nem próbáltam ki, igazság szerint, viszont um, tényleg utánolvastam, nagyon sok ember véleményét elolvastam, és... A legtöbb ember azt mondta, hogy ártalmatlan, tehát valószínűleg lehet ezeknek a beszámolóknak hinni, de tényleg én sem gondolnám, gondolnám azt, hogy annyira veszélyes lenne, szóval nem kell felnetek a, ezektől az óriás keresztes pókoktól, mivel ártalmatlanok ők is. Meg a farkaspókot is megemlíteném, hogy a farkaspókok azok egy óriási ugye gyűjtő szó, úgymond, mert nagyon sok fajtájuk van, viszont ugye itt inkább ugye itt a mezei vagy réti farkaspók az, ami megnőhet akár három centisre is. Ugye nagyon nagy a méretük, biztos, hogy nagy a csípnek, viszont egy biztos, hogy ahhoz, hogy megcsípjenek, ahhoz meg is kell úgy fognod, hogy, hogy ugye megcsípjen. Tehát így random nem fog megcsípni egy farkaspók. Szóval ezt is még ide rakom, mivel neki is a méret eléggé nagy, és akkor, ha meglát egy olyan pókot az ember, akkor meg fog ijedni, meg úristen, viszont Valószínűleg nem fog rád veszélyt jelenteni. És az első helyre pedig a tűrös darazsat raktam. Igazából ez nem, nem véletlen. Ugye őról már volt is szó a darazsas videókba, Védett faj, és teljesen arcalmatlan. Jó, teljesen nem, mivel ő is tud csípni viszont ő is ugyanolyan kb. mint a dongó, tehát ha például random megfogod, vagy ilyesmi, akkor attól még nem fog megcsípni, meg ha látod, hogy mit tudom én, repül előtted, előtted vagy melletted, és akkor ha donálszol, akkor sem fog igazából megcsípni, tehát egyáltalán nem kell megijedned tőle, ha látsz egy óriás törös darazsat, akkor igazából a leg, legjobb, amit tehetsz, az az, hogy megcsodálod, mivel eléggé ritka látvány, ugye ezért is védett faj, és, és nem, nem kell megijedned, ugyanis semmi veszélyt nem jelent. Igazából eléggé könnyű felismerni, egy, egy az, hogy a mérete miatt, illetve ilyen hosszúkás a teste, tehát biztos, hogy fel fogod ismerni, és tényleg a kinézete igazából nem, 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 nagyon lehet összetéveszteni egy lódarázssal, tehát nézzétek meg a két képet, és akkor igazából, amit majd most bevágok, és egyértelmű, hogy, hogy melyik a lódarázs, ugye, és melyik a, a, tőrös darázs, viszont neki a csípése nem, nem olyan nagy, mint, mint, egy közönséges darázsé, azt hiszem akkor lehet, mint egy mély, közönséges méhő csípés, Úgyhogy igen. Hát ennyi információkat szedtem össze igazából, hogyha úgy nézzük a legtöbb rovar nem, nem jelent közvetlen veszélyt, csak akkor, hogyha ugye basztassuk őket, stb. Viszont egy ilyen videó szerintem aktuális, mert ugye amint mondtam, azért mert nagy valami attól felnek az emberek és sokszor nem jogosan. Tehát, hogyha ezeket a rovarokat látjátok, akkor ne jegyjetek meg. Kösz a figyelmet, hogyha valaki esetleg tud bővebb információkkal szolgálni, akkor nyugodtan írja le a kommentbe, én ezeket tudtam összeszedni, úgyhogy kösz a figyelmet, szavaztok!